vagyoni nyilatkozatokat is tettek, és szinte szent elhatározás volt, hogy igen, ezek a fiatalok egybe kelnek. Eljegyzésre, ami hát a régi hagyomány szerint általában a lányosháznál zajló esemény volt, arra sok esetben hívtak lelkészt. Ugye megtörtént a lánykérés, a hozzájárulás, és akkor előkerült a gyűrű. Nem volt ennek olyan kötött koreográfiája, de hát mégis megpecsételve, vagy megerősítve legalább egy igével, vagy imádsággal. Hát ez úgy családonként változott, de akinek már volt gyűrűje, azért az egy szép, elkötelezett ember volt. Orosháziak vagyunk mind a ketten, és 72 szilveszterén találkoztunk. Szilveszteri bálon. Hát akkoriban házasságot kötni teológusként nem lehetett olyan könnyen. Tehát a teológus évek tulajdonképpen a mi jegyességünket jól megnyújtották, mert a teológiára menet előtt körülbelül 3 évet már úgy ismertük egymást, és akkor ugye még nem voltunk jegyesek, és aztán a teológia 5 éve ezt 8 évre dagasztotta, aminek hát a horvát mama többek közt ugye már nem nagyon örült, hát mi se örültünk, de ugye hát egy leendő anyós ezt már kritikusabb szemmel nézte. Úgyhogy amikor aztán már a vége fele jártam a teológus időnek, amikor hát megtörtént az eljegyzés. A mi kapcsolatunkban már arra is jó volt ez, hogy készültünk egy hivatásra mind a ketten, és nekem nagyon nagy boldogság és erő volt, amikor találkoztunk, és István elmesélte, hogy mit tanult ő legutóbbi időkben a teológiai tanulmányai során. Hozott nekem könyvet, mert hát volt időm olvasni, úgy 2 hetente találkoztunk, vagy én utaztam Budapestre, vagy ő jött hozzánk, a szülői háznál laktam mindig is, és a találkozásaink ritkák voltak, sokat leveleztünk, és abban írtuk le, és nagyon boldog időszak volt, mert láttam, hogy az én vőlegényem hogyan épül, és erősödik a hitben és a tudományokban. És nagyon sokat adott át nekem ebből, és ezt nagyon szerettem. Nagyon jó megerősítő kötelék a jegyesség. Tehát tudom, hogy nagyon sok kirándulás volt, meg sok olyan program volt, amikor mondjuk én egyedül kellett, hogy elmenjek, akár a teológiával, akár egy szuplikáció, vagy bármi, de az egy nagyon jó, egy olyan biztonságot adott nekem is, meg kölcsönösen, hogy mi összetartozunk, tehát bármilyen közegbe is kerültünk, nem spekuláltunk más, vagy nem kacsingattunk más fiúk vagy lányok felé, hanem abban a helyzetben is összetartozóként viselkedtünk, még ha nem is voltunk együtt. Ebben a szerepet játszik a gyűrű is, ami kintről látszik? Igen, ez talán gyakorlatilag pont így működne, vagy működhetne. A gyűrűt örömmel viseltük. Egy olyan belső érzés volt, hogy én tartozok valakihez. Vigyáztunk egymásra, és az Úristen is vigyázott ránk, tehát olyan nagyobb kísértést nem kellett elszenvedni, amit esetleg ne bírtunk volna el. Tehát így a gyűrűknek van egy áldott funkciója. Készültem a kántori hivatásra, és tanultam hát az orgonajátékot, mire megtanultam mind az összes korát, addigra elérkezett a jegyességi idő vége. Tehát sok mindenre föl lehetett használni a jegyességi időt, hogy az ember épüljön és készüljön a közös életútra. Hogyan találhat egymásra két talán nem éppen első látásra összeélő ember, és hogy lehet ezt kiszűrni, és tragédia ez, hogyha esetleg nem illenek annyira egymáshoz mindjárt az elején? Én azt gondolom, hogy tökéletesen összeillő párok nem léteznek. Az mítosz. Minden esetben dolgozni kell azon, hogy összecsiszolódjunk. Most ez persze különböző pároknál különböző lehet. Hallottam már ilyen megjelzést, hogy
hentes mester nehezen harmonizál vegetáriánus nővel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez sem lehetetlen. Mondjuk gyakorlatilag sokkal nagyobb problémát okoznak különböző kultúrák találkozásai. Tehát mit tudom én, amerikai fiú feleségül vesz magyar lányt, vagy magyar lány hozzámegy egy afrikai fiúhoz. Ebből már sokkal több probléma származik. Én azt hiszem, hogy semmi nem legyőzhetetlen. Végképp össze nem illő pár az, ahol az alapvető értékeik nem egyeznek. Tehát ez nem áthidalható. Csak abban az esetben, hogyha itt alapvető értékrendváltozás történik. Párválasztással tehát mi magunk is alakulunk, mindenkinek igazodni kell a másikhoz. Persze különleges esetek is állhatnak elő. Most nézzünk meg egy olyan történetet, ahol az ismeretség utáni első hónapban kiderült, hogy egyikőjük súlyos beteg. Úgy gondolom, hogy a jegyesség az, hogy nem csak egymás felé vállaljuk fel azt, hogy mi egymáséi szeretnénk lenni, hanem ezt felvállaljuk teljesen idegen, ismeretlen emberek előtt is, azzal, hogy az utcán mindenhol a kezünkön van egy gyűrű, ami jelzi azt, hogy el vagyok kötelezve. Volt olyan iskolatársam, aki kifejtette, hogy hát szerint a jegyesség az teljesen fölösleges dolog, mert ugye a mai világban már együtt élnek az emberek, és akkor végül is nincsen meg ez a szerepe, hogy készülni a házasságra. Ez az, amit mi nem így gondolunk talán. Mi úgy szeretnénk, hogy a jegyesség az tényleg egy készülés, egy várakozás, és a házassággal kezdődik el igazán a közös életünk. Tudom, azt mondják, hogy lakva ismerni meg az ember, de azt hiszem, hogyha két jegyes igazán a házasságra készül, és úgy vizsgálgatja egymást, hogy bizonyos szituációkban, hogy el tudnám-e őt képzelni férjemnek, akkor nem hiszem, hogy ebből tévedés lehet. Nekem eleve édesapám azt tanította annak idején, amikor gimis voltam és rácsodálkoztam arra, hogy vannak lányok is a világon, azt mondta, hogy kapcsolatokban arra vigyázzak, hogy sok minden szabad, de olyat nem, ami aztán visszafordíthatatlan. Egy előrelátó dolog az önmegtartóztatás a jegyességben, és talán ez is benne van, hogy gyermekközpontú dolog, mert arra is tekintettel vagyunk már, akik majd ránk bizatnak és a gyerekeinkre. Az is benne van a jegyességben, hogy még ez fölbontható. Mert különben akkor már szerintem, hogyha egymás éjjel, akkor már Isten előttük egy test, egy lélek. Tipikusan a lányok, akiknek odaadják a szüzességüket, ő nagyon meghatározó az életükbe, akkor is, hogyha nem ő lesz a férjük később. Akkor is ez az első, azért egy nagy esemény, nagy vízválasztó, vagy nagy fordulópont. De úgy érzem, hogy ez nem csak a gyermekcentrikusság, ez inkább a családcentrikusság talán. Hogy mi nem csak azért kellünk egymásnak, hogy kölcsönösen egyfajta szolgáltatást nyújtsunk, most nagyon durván fogalmazva. Hanem amikor még ez nincs meg, akkor is. Vagy Ettől függetlenül is kellünk egymásnak. Akár úgy is, hogy tőtől soha nem lesz gyermekünk, mert erre is van esély. Én nem hiszek a véletlenekbe, és elhiszem azt, hogy van, aki pontosan jól időzíti a dolgokat az életünkbe, és amikor megismertük egymást Jancsival, két hónapra rá végül is Jancsi igencsak beteg lett, és már annyira ismerhettem őt, hogy ebben a két hónapban mellé állhassak. Hogyha csak pár napja ismertem volna őt, akkor még... Sokkal bizonytalanabb helyzet lesz volna, igen. Akkor nem biztos, hogy tudok még olyan társa lenni. Lehet, hogy csak eltűnt volna, és nem tudom, hogy mi van vele. Szóval az nem volt egy könnyű időszak, azt meg kell hagyni. De is, hát olyan jellegű lett a betegségből, hála Istennek kilábaltam, és az orvosok is nagyon jó esélyekkel bíztatnak, nagyon jó ígéretekkel és százalékokkal és statisztikákkal. Tehát úgy néz ki, hogy ezen a földön nekem még van valami szerepem, de a betegség az, meg a gyógyszeres kezelés, amit kaptam utána, az erősen megviselte a szervezetet, és én mondtam a Johannának, hogy ez olyan vízválasztó, akármi lehet, tehát jó gondolja meg, hogy ő tényleg mellettem akar-e maradni, mert most még mindig kiléphet belőle, mert még eljegyzésünk se volt akkor. Aztán ezt elmondtam neki egy csendes teaházban, és azt mondta, hogy marad. Jó, hogy. És ez
például ez a próba és ez a betegség is azért összekovácsolt bennünket jobban ez alatt az idő alatt. De ott a kórházban a szobatársaim közül mondta egy srác, hogy hát őt, amikor a barátnő ezt meghallotta, hogy ő neki ilyen betegsége van, ilyen, akkor a barátnő ott hagyta, elhagyta, hogy neki akkor ő nem kell. És de Johanna azt mondta, hogy marad. És olyan Jimmynek azt szoktam mondani, hogy végül is egy család az két emberből áll, és nem akkor család a család, hogyha van gyerek, hanem mi ketten egy család tudunk lenni majd. És hát lehet, hogy lesz gyerekünk, sőt azért én eléggé szeretnénk is, és tervezzük is, hogy szép nagy családunk legyen, de hogyha Isten nem adja meg, akkor ketten leszünk. Ilyen eseménnyel mindannyiunknak számolnunk kell. Hát előre tudnunk kell azt, hogy bármi történhet a másikkal. A kérdés pontosan az, hogy vállalom-e a másikat? Vállalom-e minden körülmények között? A legtöbb esküvői szövegben ez benne van, hogy vállalom. Ugyanakkor gyakorlatilag mégis nehéz vállalni. A korunk emberének egyik legnagyobb problémáját pont abban látom, hogy a nehézségeket nem vállalja. Sokkal kedvesebb történetet hadd tegyek még hozzá, inkább jelképes. Még nem voltam házasember, őregény mennyasszony voltunk, amikor lehetőségünk nyílt arra, hogy a Tátrába menjünk egy nagyobb társasággal együtt. Abban az időben Zugligetben még nem volt libegő. De a Tátrában volt lanovka. Megígértem a mennyasszonyomnak, hogy természetesen fölmegyünk. Hát már megvolt a jegy, hátrafordultam, láttam, ott áll mögöttem, nagy szemekkel néz, és csöppet se fél. Én voltam a férfi, nem lehet visszalépni. Beültem, megfogtam erősen azt a rudat, oda csatolta a segítő, azt a kis védő valamit. Következő másodpercekben már egy mély szakadék fölött jártunk. Késő lett volna kiszállni. A házassággal kapcsolatban mégis sokan azt gondolják, hogy menet közben is könnyedén ki lehet belőle lépni, nyaktörés vagy bokaficam nélkül. Hát én azt gondolom, hogy nem lehet. Aki így készül a házasságra, annak nem lanovka való, hanem menjen ki a Városligetbe, ott van olyan óvodásoknak készített kis hintó, kis lovacska, kis autó, abszolút veszélytelen, szép lassan megy. Tehát infantilis embereknek való ez a gondolkodás. Az nem visz föl a csúcsra, az nem visz sehová. De mi a csúcs? Nem a szexuális beteljesedés. Az is akkor beteljesedés, ha igazán jó lelki kapcsolat van köztünk, hanem két személyiség egyéválása. A jegyességgel kapcsolatban azért egy komoly döntéseket kell hozni, van, amikor nagy kérdések vannak. Igen, hát egy ismerős házaspárnak a idősebbik lányáról van szó, akinek udvarolt egy fiú, tényleg szerették egymást, és egyszer csak kiderült, hogy hemofíliába, vagyis vérzékenységbe szenved a fiú, amiről tudni kell, hogy fiúágon öröklődik. Tehát ha az utódok közt fiúk lesznek, akkor előfordulhat, hogy egy foghúzás könnyen végzetessé válhat, vagy bármiféle sebzés, hogy elvérezhet. Na most ők úgy gondolták, hogy ők abszolút be akarják biztosítani magukat ettől a félelemtől, a gyereket majd attól a félelemtől, hogy folyton rettegjen, nem merjen játszani, nem merjen elesni a játszótéren, mert jaj, hogyha egy pici sebb lesz rajta. Tehát ez a nagy-nagy racionális gondolkozásukkal tulajdonképpen azt döntötték, hogy inkább elszakadnak egymástól, bár nagyon szerették egymást, és akkor tájban még hát külföldre menni az körülményesebb volt, és a fiú elment Németországba, hogy messze legyen, hogy a lányal is tudja könnyebben felejteni. Hát valahogy sikerült is elfelejteni, a fiúnak nem tudom, mi lett a története, de a lányt ismerem, férhez ment valakihez, és egy rettenetesen rossz házasságot kötött. Most kérdezem én, hogy ha
talán nem ennyire okosak, és nem ennyire mindent be akarnak biztosítani. És talán bemerik kapcsolni az Úristent az életbe, hogy Uramisten, ha lehet, adjál lány gyereket. Akkor tulajdonképpen igen boldog házasság lehetett volna belőle. Kicsit térjük vissza még a jegyesség intézményéhez, hogy hogyan lehetne ezt egészséges módon, nem erőltetett módon mégis megerősíteni. Mit lehetne mondani mai fiataloknak? Én azt gondolom, hogy a fontossági sorrendre kellene fölhívni a figyelmet sokkal jobban, hogy valójában mi az, vagy mik azok a tényezők, amik a harmonikus emberi életet biztosítják egy kapcsolatban. Ugye először aláírni, először lefeküdni, esetleg azon az alapon, hogy ki kell próbálnunk, hogy megye ez nekünk. Én azt hiszem, ez azt jelenti, hogy a feje tetejére állítjuk a dolgokat, és tulajdonképpen a legfontosabb összefüggéseket is. Ejtőernyő ugrást a második emeletről nem lehet kipróbálni. Az nem ugyanaz. A házasság nem ugyanaz, mint egy esetleg romantikus, szexuális élmény házasságon kívül, ahol bujkálni kell, ahol félni kell valamitől, hanem föl kell készülni rá. Ugye ábrázolhatnám a házasságot úgy is, mint egy házat, egy épületet. Ugye alapja az, hogy egymást kaptok Istentől, Isten szeretetére épül, két erős fal, megint a Bibliát idézném, az egyik az, hogy elszakadunk a szülőktől, önállósodunk, a másik az, hogy ragaszkodunk egymáshoz, és jön a tető, lesznek ketten egy testé. Ez a mondat négyszer fordul elő a Bibliában. Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleséghez, és lesznek ketten egy testé. Tehát ha az erős támfalak megvannak, az elkötelezett döntés, az önálló életvitelre és az egymáshoz való ragaszkodása, akkor jöhet a tető. Na most, ha én a tetőt építem először, akármilyen erős sátortető, ráteszem a házat, az első komolyabb szél fölborítja. Márpedig fújják a szelek a házasságot. A csalódás, az unalom, a megszokás, a betegség, esetleg a rokonság szele. Attól jó a házasság, nem tehet róla a ház, hogy fúj a szél. Lehet, hogy meg is rongálja. De ha jó alapra épült, akkor nem dől össze, ha a tető helyén van. Lehet, hogy jön egy erős szél, mondjuk egy szőke ciklon formájában, és lesodor néhány cserepet, de vissza lehet rakni, meg lehet beszélni, abba kell hagyni a kommunikációt a ciklonnal, meg lehet bocsátani, és ki lehet javítani a tetőt. Ezzel talán azt is elmondtam, hogy a szexuális kapcsolat fontos, de a Biblia szerint a házasságban van a helye, nem előtte, nem mellette, benne. Akkor tölti be a szerepét. Azt mondja egy helyen a Biblia, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Ezekkel a gondolatokkal fejezzük be ezt az epizódot egy pár zenés felvétellel, és hadd köszönjem meg mindenkinek a figyelmét, hadd köszönjem meg vendégeinknek a segítséget, a gondolatmegosztást. Fölhívom a figyelmet, hogy a következő részben gyümölcsérés címmel fogunk jelentkezni, a házasságról, a gyermekvárásról és a szülésről fogunk beszélgetni. A viszontlátásra!